Szeptember 21-én ő előadást tart Kisteleken, Bhakti Paddász, a Kisteleki Klebersberg Művelődési Központban. Erről, valamint ő előadásairól kérdezzük őt. Köszöntöm Önt! Hogyan is jött a Bhakti Paddász név az Ön életébe? Üdvözlöm én is, és hát a név Bhakti Paddász egy szanszkrit szóból áll. Bhakti, ez a szeretet, lelki szeretet, önzetlen, motiváltlan szeretet. Ez a neve, és a pád az is azt jelenti, hogy Istennek a lába. És mondhatjuk, akinek van a szeretet, az megfogta Istennek a lábát. Akkor az az ember szerencsés. Ezt jelent a nevem. És ugyanakkor a dász azt jelenti, hogy én szolga, próbálok, vagy igyekszek szolgává válni, segíteni embereknek, Magyarország lakóknak elsősorban megosztani azt a gyakorlati tudást, amit én is elsajátítottam, és ezzel szolgálom. Honnan is érkezett Magyarországra, mit tudhatunk az Ön életéről? Hát olyan országból érkeztem, amelyik most már nincs. Akkor abban az időben ez a Szovjetunió volt, de Szovjetunión belül Ungváron születtem, anyukám magyar, mert még a magyar maradt területből lett az Ungvár, a Szovjetunió, apukám pedig orosz. Gyerekkoromtól már sokat hallottam magyarul, de annyira nem tanultam meg, inkább mikor 90-es évek elején jöttem át Magyarországra, akkor azóta tanulgatok magyarul. Mit tudhatunk a hétfői előadásról, milyen típusú előadásokat tart Ön, ezekről részletesebben egy kicsit beszélhetünk? Általában az előadások arról szólnak, hogy mi az ember életének a siker titka. A védikus tudományok szerint szeretnék, vagy igyekszek tartani előadásokat, és azok tartalmaznak törvényeket, mondhatjuk, hogy finomabb törvényeket, hogy hogyan működik az életünk. Miért kerülünk bizonyos helyzetbe, miért újra és újra megismétlődnek a helyzetek, miért vannak negatív érzelmek, miért vannak pozitív érzelmek, a családkapcsolatok, akár a egyéni siker, vagy a családi siker, a boldogság, a szeretet. Ez minden nagyon gyakorlatias és nagyon csodálatosan le van írva a védikus írásokban, a tudományban, és ezek alapján szoktam tartani előadásokat, ami rögtön lehet gyakorlatba hozni, és azonnal tapasztalni pozitív eredményeket, és ember, mondhatjunk, ilyen tudás által fog látni egy teljes képet saját életről, a világról, megérti, miért történik, és mit kell tennie, és hogyha már nehezebb is helyzetben van, akkor a tudás által tudja jobban elviselni, és nem kapni traumát mondjuk a nehéz helyzetekből, mert lehetetlen kikerülni nehéz helyzeteket, de hogyha van jó látásmódunk, akkor nem lesz probléma, akkor ember immunos lesz, nem csak a Covid-hoz, hanem az élet minden más területen, ami nehézséget okoz. Mennyire lehet segítségére a kornyugati emberének itt Magyarországon egy sok ezer éves indiai hagyomány gyakorlására? Nem túl nagy a kulturális különbség ezek között? Köszönöm, ez egy nagyon fontos kérdés, mert gyakorlatilag miről van szó? Ha mi megnézünk a magyar embernek a fejfájása, vagy a indiai embernek a fejfájásáról, vagy hogyan szereti az anyuka gyerekét, aki magyar, vagy az indiai, nincs különbség. Szóval a boldogság, a boldogtalanság, a betegség között nincs különbség kultúrák között, mert ugyanúgy egy másik kultúrában boldogan tud érezni magát valaki, ugyanúgy ebben a kultúrában, a magyar vagy európai kultúrában. Szóval gyakorlatilag itt inkább vannak általános, nem a kultúráról van szó, hanem arról, hogy hogyan működik a testünk, mert ugyanúgy működik a test az indiaiaknak, mint a magyaroknak, vagy a pszichika az ugyanúgy működik, és inkább erről van szó, univerzális törvényekről, ami magyar ember számára is hihetetlenül nagyon jó segítség, és maradhat saját kultúrában. Ez nem kötődik a vallásokhoz, nem kötődik a mondjuk a konyhához, független ettől. Ember, aki ismeri, hogy hogyan működik, mondjuk, hogyha most egy példának fogjunk gyereket, a gyereknevelés, minden gyerekeknek
minden gyereknek van egy bizonyos ilyen intervallumok, hogy hogyan fejlődik a pszichika. És ez mindegy, hogy Indiába, vagy Magyarország, vagy oroszok. És hogyha valaki ismeri, hogy melyik szakaszban van a gyerek, akkor megvan, hogy ilyenkor ilyen terület aktív a gyerek pszichikában, akkor ezt lehet tanítani, vagy ezt nem lehet tanítani, vagy most érdemes ezt adni a gyereknek, most érdemes váltani a kapcsolat gyerekkel. Ez mindenhol ugyanúgy működik. Ugyanakkor férj, feleség között kapcsolat, mindenhol fontos figyelni egymásra, és figyelmes lenni. És ezek a törvények, hogy például, hogyha mi megvizsgáljunk több problémát a társ kapcsolatokban, általában a gyökér az figyelmetlenség. Nem tudjuk egymásra figyelni. Na, amikor én figyelek egy másikra, akkor én tudom, mit kell csinálni. És mikor én csak magamra figyelek, és elvárom, hogy ő is csak rám figyeljen, akkor jön a konfliktus, mert ő elvárja, hogy én csak ő rá figyeljek, én csak vagy én rám, és akkor itt a probléma. Na, ezek a törvények, ami nem sokkolja a kultúrákat, teljesen együtt összeférnek. Milyen vallási tradíció a Krisna tudat, és ön ezt miért is képviseli? A Krisna tudat gyakorlatilag azt jelenti, hogy Isten tudat. A Krisna tudatnak a célja felébreszteni Isten irányi szeretetet. És én ezt képviselek, nekem nagyon jól megfogta a szívemet, amikor én kutattam. Mindig is kerestem kapcsolatot Istennel, és nagyon mindegyik nagyon csodálatos vallás, nem számomra mindegyik, ami hiteles vallás, az nagyon jól. Krisna tudott, nekem tetszett, hogy nagyon sok jó gyakorlat van, nagyon gyakorlatias, vannak sok-sok részletek, és azt mondja, hogy az Isten szeretet elérése azáltal lehet, hogy van különböző meditációk, mint a Hare Krishna mantra meditáció, és ezt képviselek, ezt gyakorolok, ami nagyon egyszerű és nagyon könnyű, és ugyanakkor regisztrálva vagyunk, mint egy vallás Magyarországon, akreditált, de gyakorlatilag ez Krishna tudat, ez Isten tudat. Ez azt jelenti, emlékezz mindig Istenre, mert amikor Istenre mindig emlékszel, akkor mindig sikeres leszel, gazdagság lesz, erkölcs ott lesz, erő lesz, végül boldog ember leszel. Ez a lényeg a Krisna tudatnak. Hogyan került kapcsolatba a védikus tudással, és miért kezdi, és ezt bárki is gyakorolni az életében? Nagyon rég, amikor kezdtek történni velem negatív szituációk, helyzetek, akkor, mint egy átlag ember, kérdeztem, miért velem ez megtörténik? És kerestem megoldásokat. És sok minden könyvet elolvastam, sok emberrel beszéltem, és mindenki mondta, hogy így kell csinálni, úgy kell csinálni, így kell élni az életet, de nem adta teljes képet nekem. És amikor találkoztam védikus tudománnyal, védikus írásokkal, ahol részletesen mindent elmondanak rólad, mindent, és te gondolod, ez tényleg így van, és írják, hogy csináld meg így. Amikor próbáltam gyakorolni, akkor látom, változik az életem, változnak a helyzetek, és a védikus tudomány 180 fokra megváltoztatta az életemet, és ezért ezt képviselek és gyakorolok, és Krisna tudat is alapszik a védikus tudományon is. Zárásként pedig milyen tanácsot tud adni a hallgatóknak is, a nézőknek? Nagyon fontos, hogy említettem, hogy próbáljuk lenni figyelmesek egymásokra. Figyelmes az azt jelenti, hogy mi az, ami igény van azokban, akikkel kapcsolatban vagyok. Az lehet barát, az lehet feleség, lehet férj, gyerek. Tanuljuk meg, mert ahogy csak elkezdjünk gyakorolni figyelmesség a másokra, még hogyha ők nem is tudnak róla, és nekik egy negatív kapcsolat van velünk, de mivel mi leszünk pozitívak és figyelmesek, nagyon meg fog változni a kapcsolat felőlük felénk. Legalább egy ilyen kis, ami azonnal gyakorolható, tudok tanácsolni.